hagyományos székely néptánccal és szavalással várták a Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesületben az anyaországi delegációt a legkisebbek. Sokan mondogatják, megnőtt ez a gyerek. Bizony megnőttem, iskolás leszek. A 130 éve ide telepített bukovinai székelyek sohasem feledték el gyökereiket, szülőföldjüket, Erdélyt és Bukovinát. A nemzeti közösség életét szimbolikusnak nevezte Potápi Árpád János, a Magyarországgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke. Kisebbségben vannak úgy is, hogy nem a tömmagyarság részeként élnek a vajdaságban, hanem itt az Aldonánál Szorványban. A Szorványban élő népcsoport többszörösen is kisebbségi sorsú. Úgy is kisebbségben vannak, hogy a magyarságon belül alkotnak egy különálló népcsoportot. A művelődési műsor végén táncra perdült a vendégsereg.